A mi megítélésünk szerint a keleti nyitás politikája megbukott, éppen ezért a miniszterelnöknek külpolitikai irányt kell váltania, és vissza kell térni ahhoz, amire magyar emberek szavaztak az Európai Uniós csatlakozásunk, vagy éppen a NATO csatlakozásunk kapcsán. Ehhez pedig a miniszterelnöknek új külügyminiszterre van szüksége, tehát ismételten felszólítom Szijjártó Pétert, hogy vagy mondjon le, vagy a miniszterelnök váltsa le, mert ezt az orientációváltást, ezt az irányváltást ezzel a külügyminiszterrel egészen biztosan nem lehet megtenni. És ezen nem változtat az a tény sem, hogy Törökország vezetői járnak Magyarországon. Mi helyesnek tartjuk azt, hogyha a gazdasági, kulturális, történelmi kapcsolatainkat ápoljuk, és abban nagyon bízunk, hogy a politikai hatalomgyakorlást, azt a fajta kormányzati szerepkört, amit a Törökországban visznek, azt nem akarjuk másolni, hiszen nagyon komoly problémák vannak a demokrácia felfogással, a politikai szabadságjogokkal, az emberi jogokkal, a nők jogával Törökországban. Éppen ezért abban bízunk, hogy a miniszterelnök nem állítja példaként Magyarország számára azt, ahogy a török vezetés a hatalmat gyakorolja Törökországban. Egy ilyen hatalomgyakorlásnak egy európai demokráciában nincsen helye.